Sziasztok, üdvözöllek innen Milánóból. Első nap első programja az, hogy menjünk Hoppenhof buszozni. Leültünk ide a dombhoz ebédelni. Bejöttünk ide a galériához, ez nagyon magas. Szinte bele se fér a kamerába. Nagyon szép a kilátás mindenfele. Hátamnál ott láthattátok a központi vonatmegállót, ami 24 vágányos. Ez a világ legnagyobb vonat pályaudvara. Azt mondják, hogy ez a legszebb, mert még szebb a New Yorkinál is. És naponta átlagosan 320 ezer ember fordul itt meg. Beep, 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 beep
komoly tóhoz, itt vagyunk Komóba. Ez a tó Európa egyik legmélyebb tava, 400 méteres mélységig. Hajóztunk ide a Tornó falujába, és úgy most már még jobban bán vagyunk az Alpok között. Most már hazaértünk, és így a videó vége előtt elmondanék egy pár dolgot, ami nekem kifejezetten tetszett Milánóban. Az első az az lenne, hogy nagyon sok a zöld növényzet, a lakásoknak a tetejére és teraszára teli van virággal, és fák vannak ültetve a panelek tetejére, ez nekem nagyon tetszett. Második, amit így megjegyeztem, hogy tetszett, az a közlekedés, a metrók jó ki vannak találva, az utak pedig úgy vannak, hogy biciklisek külön, külön járda, a gyalogosoknak külön út, tág vagy széles utak, szóval igazából nem láttam olyat, hogy ilyen nagy dugók lettek volna, és ennyi lett volna ez a videó. A fényképeket, amiket csináltam a kirándulás során, Instagramon nézhetitek meg, aminek ott a linkje a leírásban, és remélem tetszett, ha igen, akkor lájkoljátok, találkozunk a következő videóba, sziasztok!